Az MLS sportigazgatósága női labdarúgás szakmai napot rendezett Telkiben. A program között szerepelt többek között a szimpül női liga létszámemelésének első tapasztalatai. Mindenképpen vannak pozitív és negatív része is természetesen, mint egy minden fejlesztési folyamatnak vannak előrevívő, és vannak olyan javítandó gyerekbetegségei, amin el kell gondolkodni. Én megkérdeztem az összes NB1-es vezetőedzőt pontosan ezért, hogy egyfajta közös vélemény nyilvánítást tudjunk tenni. Mindenkinek más a célja, mindenkinek más az érdeke, teljesen másképp gondolkodik egy NB1-et vezető klubcsapatedzője, mint egy újonnan feljutott és az NB1-ben megragadni kívánó edző. Most már lesz elegendő játékos az akadémiák által idézőjelben kitermelt tehetségeinket valahol játszatni kell, és minél magasabb osztályban, hiszen oda valók. Tehát 12 csapatra szükség van. Az, hogy a bajnok csapatnak is legyen megfelelő számú kihívás jelentő mérkőzése, ez mindenképpen megfontolandó. Tehát az, hogy 12 csapatot később akár 2-6-os alsó felsőházi rájátszásra bontani, akár 3-4-es csoportra bontani. Én azt gondolom, hogy az szolgálná az ő érdekeiket, tehát ez nagyon fontos, hogy mindig próbáljuk az össznői labdarúgás érdekét nézni. Margit Kratz szövetségi kapitány pedig arról beszélt, hogy a játékosok csökkenő átlag életkora milyen hatással van a női A-válogatottra. Ha egy fiatal játékos 16-17-18 éves korában már első osztályban tud játszani egy országban, illetve ott esélyt tud kapni, akkor az hatalmas önbizalomnövelő hatással bír, és nagyon meggyorsítja az ő fejlődését. Ezzel motiváljuk őt, és jobban ki tudjuk használni azt a potenciált, ami benne rejlik. Ezáltal jobban kötődik, és jobban szereti a labdarúgást. Én egy ilyen játékosból tudok építkezni, aki még nem áll teljesen készen 16 éves korára, mert 22-24 éves korukig építjük tovább őket, akkor lesznek igazán készen. De mégis egyfajta friss szellőként érkeznek hozzánk, motiváltan és energikusan, és hatalmas lendületet tudnak a csapat munkájába hozni. Dr. Barci Róbert, az MLS sportigazgatója a szakmai napon jelentette be, hogy Kis László utódaként Dénes Dorka lett a női szakág új vezetője. És óriási megtiszteltetésként éltem meg, amikor sportigazgató úr nyáron megkeresett, és lehetőséget ajánlott arra, hogy a női szakág vezetésében dolgozhassak. Azt gondolom egyébként, hogy a szakág jó munkát végzett az elmúlt időszakban, de nagyon bízom benne, hogy fiatalként és korábbi játékosként egy új szemléletet is hozhatok. Fontos célkitűzéseim között szerepel egyébként, hogy a klubokkal szorosabbra tudjuk fűzni a kapcsolatot. Nagyon fontosnak tartom a kommunikációt. Kíváncsiak vagyunk nyilván a véleményükre a fejlesztésekkel kapcsolatban. Úgyhogy nem titkolt célunk, hogy a jövőben évente, vagy évente akár többször is szeretnénk megrendezni az ilyen szakmai napokat.